Ez a terület a Csörgetó környéke újulhat meg egy most elkészített terv szerint, amit a szekszárdi önkormányzatnál készítettek el. A jelenleg horgászok, strandolók által használt vízparton nem csak egy úgynevezett ekopark létesülne horgászcentrummal, kutyás stranddal, hanem kamionmosót, a régi palánki pszichiátriai épület helyén pedig egy wakeboard pályát alakítanának ki. A beruházásoknál kulcs szerep jutna annak a mintegy 2,5 millió köbméter úgynevezett szürke, vagyis tisztított szennyvíznek, amit most még a Dunába ereszt a Tolnai megye székhely. Ha jól megnézzük a paramétereit, akkor tisztább, mint a Sédnek a vize. Tehát mi a terveket elkészítettük külsős szakértőkkel is. A horgásztóra teljesen alkalmas, de természetesen egy horgásztó rendszer előtt lenne egy gyökérzónás szűrőrendszer is még pluszba, úgyhogy úgy gondoljuk, öntözésre is alkalmas lenne. Mintegy 150 hektár mezőgazdasági földterületet vagy a városi parkokat lehetne megöntözni ezzel a vízzel. Ráadásul a település klímája is javulna a párolgásával, véli a szakember. A 70-es években épült szennyvíztisztító telep helyén egy vadonatúj víztisztító üzem épülne, ami garantálná a szennyvíz korszerű felhasználását, továbbá azt, hogy ne terjengjen kellemetlen szag a városban, mondja Ács Rezső, szekszárd polgármestere. Ami az M6-os autópálya túloldalán kerül elhelyezésre, teljesen messze a várostól, tehát a szakhatáson már nem kellene számolni. A Csörgető rehabilitációját is magába foglalná, de ennél sokkal több lenne, hiszen több összefüggő tónak az összekapcsolását jelenteni, és itt a horgászturizmustól egészen az aktív turizmusig, például a wakeboardpálya kialakításáig szeretnénk megvalósítani bizonyos projektelemeket, és ennek köszönhetően újabb turisztikai attrakciókat szeretnénk a szekszárdiaknak és a szekszárd környékieknek a következő időszakban kedvezni. A város önkormányzata a 8 milliárd forintba kerülő fejlesztés sorozathoz több pályázat segítségével szerezne pénzt. A tervek szerint 2021-ben kezdődhetnek el a munkák. A most bejelentett beruházások egyébként kapcsolódnak a helyi önkormányzatnak. Néhány héttel ezelőtt elindított a szekszárdi csapvizet népszerűsítő kampányához, aminek részeként a helyiek kancsót vagy kulacsot kaphatnak ingyen, ha vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Arra a programra már több mint 200-an regisztráltak.